Jó estét kívánok! A szöveg címe Inferno Letterario, vagy az irodalmi pokol. A költő alászál Paul Virilio kíséretében. Jaj, hol vagyok? Miféle helyre értem? A szájmerűrön át, miféle homba? És kik vagytok itt? Várván, hogy elbeszéljem, mit láttam én rímekben, mikrofonban. Az ember élet útjának felén szerintem túl, de legyünk optimisták, az igaz utat sehogy sem elém. Fogyókúráztam pedig, ahogy írták, de láttam, így se kerül el az akkor. Ezért egy decemberi szép napon azt gondoltam, hogy le van szarva akkor. Mától a diétámat feladom. Az ember élet útjának felén picivel túl, de ezt már említettem, fekete erdő tortát ettem épp. És tűnődtem, hogy hol szilveszterezzem. Mikor az űrön át a laptopomból elém úszott egy tarfejű alak, azt állítván, hogy küldték a pokolból csatolt fájban, és szólt, szállna magad? És mint ki tengerről jött sok veszéllyel, és idézőjellel semmit sem dacolva, felbíztatott, hogy gyerünk, mondjam én el, mit láttunk ott, a hálón vándorolva. Elindult, és én követtem nyomát. A formában szólott, tiéd a döntés. Ha megfontoltad, nyomd a tercinát. Elég idétlen lesz majd úgy, de dantés. Te mesterem, parancsolom, vezérem, világidőnek űrhajósa. Menjünk. Ha van szöveg pokol, szálljunk egészen a legmélyére. Mártózzunk meg együtt. És ő, mint tudásnak, szónak ura mondta, jár és vegyítsük jelenbe a múltat. A kész szövegben mondatként hatolva, vendégszövegnek álcázzuk magunkat. Így föl nem ismer minket nyelvi program. Emberként belépsz, hagyd fel minden reménnyel, hogy a saját és más határa hol van. A tortát mindeközben én megettem, és a képernyőn át leszálltam a mélyben, hogy csak Virilliót követtem, ki odalent megtorpant, körbenézve a holdvidéken, s így szólt. Meg se kérded, mi lelkeket látsz itten? Miért bolyognak a késő órán s vajhö? Miféle vétek lökte őket szélére pokolnak? Ők a sznobok, kiknek nincs bűne semmi. Felolvasásra járt mind, amíg élt. S most holt lélekként próbálja keresni a mosdót és a túlzsúfolt büfét. Mentünk tovább, zordabb helyekre innen. A Stex sötét partjára érve el. Ott ő megállt, innentől semmit ingyen. Honor plusz áfa számát adhat el. Jövőre itt 27%. És látta arcom, hogy mi kétkedő, se hírt meghallván, mi sápatvalék. Szerencsénkre átvitt egy könyvelő. A túlparton mi az más vakhomály volt. A sűrű füstben díj városa állt. Minden kurátor, ki rossz művet pártolt, s mindenki díjért eladta magát, itt lett hazát, hol a lobogó lángot oklevelekkel szítják szakadatlan. Elhagyhatja egy bárki a világot, engedek értem bárkit még katlan. Nincs erre mód, szólt gyászos képpel ő, ki dicsőségre vágyott életében, dicsény helyett itt mossa kéneső. Míg le nem sül róla a földi érdem. Megtorpanánk ez üszkös démonok közt, de nem láthatjuk őket, mert előlünk egyenként mind elbújt a bársatok közt, és a sok szikra már égett a bőrünk. Egy szörnyeteg révén ki kritikusnak mondál magát, egy újabb nagy vizen eveztünk át. Rossz szaga volt az úrnak. Rondábbat nem láttam még, azt hiszem. Mélyebb bűnökhöz értünk, nagy sötétbe. A lény mormolt, aki volt egykoron. Írónak indult, van három regénye, így ő is szép író végső soron. A mocskos vízből sok társa figyelt.
Ő itt a révész, nincs számára más, mint gyűlölni azt, ki jobb a kérnimet, s átvinni őt, bár megfoltan bárki. Míg a szakállassal átvitt a csónak, láttam kísérőm ajka, hogy remeg, s könnye csordul a jó viriliónak, a grafománok földjét látva meg. Egymás műveit másolják szegények, verejték bőzben ülve hajnalig. Hosszú versek, novellák és regények olvashatatlan kéziratait. Tovább haladván az eleven voltak sikója hallott. Fogta karomat a jó virilió, ők az irigyek voltak, kik társaságban szíttak másokat. És mi lelte őket? Miért e szörnyű orca, e fetrengő kín, kifordult szemek? Egymást idézik fejből, válaszolták. És aki téveszt, húzhat új nevet. Visszanéztem, szívemben szánalomra, s rögtön vagy átugorva három oldalt, megfogadván, hogy ez sem lesz öt oldal. Így jutottunk a legalsó bugyorba. Hátra hagyván az összes grafománt és társaságban másikat szidót, s a terjengő füstben árnyék gyalánt követtem én a jó viriliót. Lucifer ült egy izzó feladaton. Elkínzott írók jártak körbe, valami nagy gépet tolt mind a hány. Fénymásoló? Kérdém meg rökönként. De kísérőm csak suttogott, dehogy, irat meg semmiség. S ha a földre időnként egy-egy árnyalak lerogy, Lucifer hegyes tollal ösztökéri, hogy csak haladjon, nyomja bűneit a gép szájába, aztán tűzemészti a csíkokat, hogy folyton bűzkelét. És kicsodák ők, kik ott hajladoznak a bűnösöket nógatva, szapolva. Ne félj, szoltból, ők szabadulnak holnap, számukra ez csak átmeneti munka, halálon túli gyors terápia. Itt van Kafka, ki a műveit untas bűnét, mondja, amit megbánja. És Bulgakov, jól elváltak szegénnyel, most százezerszer ismételheti, hogy nem igaz, hogy a kézirat nem ég el. És itt van Beckett is, bár érdemei őt mentesítik. Az repíti át majd őt a mennybe, hogy öregkorában fejből tudta a komédiát. És a többiek csak úgy általában, akik Tantéről írtak valaha, konkrétan aki a literában, annak nem sül meg itt a valaga. De kísérőm azt válaszolta erre. Miért akarnál messzebb látni, pont ma, mint egyetlen szövegnek terjedelme? És így jutottunk ki a csillagokban.